2006. október 15-én Szögi Lajos két gyermekével együtt utazott autójában Olasz Liszkán. A sofőr a szabályokat betartva közlekedett, autója előtt szabálytalan módon szaladt át egy kislány. A gyerek a vízelvezető árokba esett, de a bírósági dokumentumok szerint a jármű nem ütötte el a gyereket, a visszapillantó tükörbe sem akadt bele, és az autón sodródási nyomok sem maradtak vissza. A kislány rokonai, illetve néhányan, akik látták a balesetet, oda rohantak a kocsihoz és kirángatták Szögi Lajost az autóból. A férfit közvetlen közelről, fején, illetve felső testén ököllel ütötték, verték, rugdosták, amíg bele nem halt a verésbe. A bírósági tényállásból kiderült, csak a férfi koponyáján mintegy 40 sérülést különítettek el. A Debreceni ítélőtábla 2009-ben három esetben jelentősen súlyosbította az első fokon kiszabott ítéleteket. Enyhítésre egy esetben sem került sor a nyolc vádlott esetében. A másodrendű, hatodrendű és hetedrendű vádlott életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott. Az elítéltek között szerepelt például az árokba esett kislány anyja is, aki állítólag távolral buzdította a rokonokat, hogy üsségszögi Lajost. A hét férfi ütlegelni kezdte a sértettet, amikor a földre került, valamennyien rugdosták a fején és a testén egyaránt. A legtöbb ütést és rugást a kislány felnőtt korú bátyja adta le, a másik rokon férfi a földön fekvő embert nekifutásból fejbe rúgta. Július 15-én hétfőn Hákitti idősebb bátyja, hádező szabadult a börtönből. Ő is súlyosabb büntetést kapott másodfokon, 17 év fegyházra ítelték, most azonban mégis kiengedték 13 év után. A szegedi törvény szék három bíróból álló tanácsa júniusban helyben hagyta a büntetés végrehajtási bíró határozatát, ezért hagyta el a börtönt hétfő hajnalban. A feltétele szabadlábra helyezést az indokolta, hogy példásan viselkedett. A most 32 éves férfi a börtönben 53 jutalmat kapott, nem fenyítették, önismereti és konfliktuskezelő tréningen is volt, idén júniusban pedig le is érettségizett. Nemrégiben 35 perc című műsorunkban is foglalkoztunk a témával, akkor abból az aprópóból, hogy Hádezsőnek 5 millió forintos kártérítést ítelt meg a bíróság rossz börtönkörülmények miatt, miközben a sértett családnak közel 60 millió forinttal tartoznak az elítéltek. Adásunkban a Szögi Család ügyvédje nyilatkozott. Hozzájutott, de Hádezső rossz börtönkörülmények miatt, ti Mert. Mert elévült a követelés, mert ezért azért nem lehet behajtani. Engedelmet kérek, úgy tetszik tudni? Úgy azért az eszembe hogy ennek a gyilkosnak, ha, ha valamit nevelt volna, valami sziklányit is a börtön rajta, úgy tűnik, hogy olyan sokat nem ilyen nevelt rajta. Nem azt kellene mondani, hogy ezt a pénzt tessenek el utalna sértett családjának? Hiszen azt vettem el tőle a három gyerektől, amit senki sem fog pótolni, az apját. Hádezső a börtönből kisétálva nem válaszolt a riporterek kérdéseire. A kabátját végig a fejére húzta, majd beszállt egy autóba, ami érte ment a szegedi fegyház és börtön elé és elvitte onnan.